Nyilván a KSI-t meg kell tudni verni, bármilyen, akármilyen összeállításba játszunk, akármilyen sérüléseket szenvednek közben a játékosunk, ez lényegtelen, ezt azt a meccset meg kell tudni nyerni. Utána jön a Pécs, hát az borzasztóan nehéz lesz, főleg ezek után, és akkor még mindig sehol nem tartunk, akkor még mindig ott tartunk, hogy meg kell venni a BVSC-t is, sőt, az Egertől is pontot kéne szerezni ahhoz, hogy mi a legjobb 8 közötti álmokat tovább dédelgessük. Csak a Honvéd.